Oj. De régen volt már stream. Na gyorsan még kiírjuk. Oké. Elvileg jónak kell lennie. Halihó, halihó. Ja, véletlenül kiléptem a Twitch-emből. Az nem jó ötlet kilépni a Twitch-ből. Na, sziasztok! Sőt, a chatet azt itt pop-outoljuk, hogy lássam. Bár tudom látni a streamen belül is. Jó lesz így. Jó lesz ez így. Te vártam már, el sem tudod képzelni mennyire. Na hát örülök neki, hogyha ennyire vártátok a streamet. Tényleg már Master Elo-ban vagyok. Sőt, Master 0 LP? Master 1 LP. Oké, srácok, Master 1 LP-rel kezdjük a climbot. Ugye kiírtam Facebookra is, hogy most egy kisebb szünet volt a szezon után. De majd érkezik a téli kupa október elejétől. Ugye arra elkezdtünk bemelegíteni, meg Challenger-t elérni, stb. Stb. És ezt pedig streamelni is fogom. Úgyhogy nyomassuk. LEC Blue Waiting Room. Ja. Ja, nem tudom. Nagyon erős laning fázisom volt az utóbbi meccseken, az biztos, így a szezon vége fele. De volt egy-két gyengébb meccsem a laning fázis után, úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire kedvezően jött át. Például a náros meccsen szerintem volt egy ilyen 50-60 minion előnyöm, solo killeltem is, de utána nagyon sokszor elkecseltek side lane-en. Sajnos laning fázis utáni játék nem mindig volt a legjobb, de hát legalább tudjuk, mind kell javítani. Visszanéztem az eseteket igazából, csak túlságosan overagresszív vagyok. Hogyha valaki stabilan akar játszani, akkor egyébként úgy érdemes, hogy mindig pusholod a wave-edet, és akkor utána mozogsz. Most több alkalommal is így megpróbáltam küzdeni az ellenféllel, anélkül, hogy pusholtam volna a wave-et, és akkor ilyenkor van lehetőség a csapatának a többi tagjának, hogy kollapszeljen rá a side lane-en. Biztos sok Age of Mythology is néző is lesz majd, aki benéz. Mert felraktam az Age of Mythology-t a napokban, és játszottam is vele pár meccset. Az Age of Mythology community ez nagyon beindult, meg nagyon örültek neki, hogy játszottam pár meccset, úgyhogy valószínűleg látni fogtok párat tőlük. Például aki azt írta, hogy magyar, az valószínűleg egy Age of Mythology, mert az volt nekem az Age of Mythology nevem, hogy magyar. A Vizi Csacsi az a League of Legends-es név. Halihó, halihó! Jó újra látni, streamelni? Kösz szépen! Reméljük jól is fog menni ez a stream. Nem lesznek fennakadások. Állítgattam egy kicsit a streamemen, mert jól láttam. Volt egy-két probléma, így alertekkel, stb. Ami emlékszem, legutóbb elég sok fejfájást okozott, de most szerintem minden rendben van. Jó kis Cassandra-t kérhetünk? Mert végül is kérhetsz igazából. Mai napon valószínűleg a main hőseimet fogom játszani, mert nem vagyok a legjobb formában. Valószínűleg, meglátjuk majd. Ja, a custom meccseken csak tesztelgettem, hogy a stream működik-e. De alapból látjátok, itt elég nagy rés van a meccsek között. Tehát egy kéthetes, teljesen League of Legends nélküli menetem volt. Úgyhogy és főleg a main hőseimet fogom majd hozni. Cassandra az belé közéjük tartozik, úgyhogy láthattok majd, igen. Gondolok itt Gnar, Gwen, Jax, Kennen, Cassandra, Malphite, My blade Ornn, Poppy, is at your Rumble, service. Renekton, Shen esetleg, valami ilyesmi lesz. Mondd kérlek, hogy legalább 4 órát nyomod ma. Hát olyan 3-4 órát. Nem, azt nem mondanám, hogy legalább 4, szerintem legalább 3-at mondanék. Vito van, köszönöm szépen a feliratkozást. 8. hónap, köszönöm szépen, halihó. Milyen ez? Glitchket emoji.
Jó kis napszemüveges macsek. Adnám, mit adnátok? Máskor lehetne nick nevet. Csacsentos? Csacsentos? Oké. Okay. Lesznek sűrűn streamek? Heti háromszor. Legalább heti háromszor. Dandom, halihó. Oké, okay. Ignite-t ezt leváltjuk. Pop supportoltam legutóbb, az nem annyira adta igazából. Szerintem eléggé trollkodtam, de... Az AD carry, aki egyébként egy Heimer volt. Eléggé dominálta a lane-t ennek ellenére is. Úgyhogy nem volt probléma. Na, miket bannoljunk? Nem is tudom, hogy mi volt a legújabb patchben. El kéne olvasni a patch notes-okat. My blade is at your service. Eylorf, köszönöm szépen a feliratkozást, 26. hónap helye. Üdv Vizicsacsi, remélem jól telt a pihenés. Jól telt, igen, köszönöm szépen. Azért most se megy annyira majd keményen a grind, hogy napi 8 órát fogok játszani, vagy valami hasonló. Szerintem ilyen napi 4 óránál többet nem hiszem, hogy fogok. És nem is biztos, hogy minden nap. Tehát azért egy kicsit ilyen lazább climbolás lesz, aztán majd szép lassra, hogy közeledik a téli kupa, akkor majd egyre többet fogok játszani. Remirin, köszönöm szépen a feliratkozást! Üdvözöllek! Csabi 24, második hónap. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlet neked is ismételtem. Na, a poppimat belopják. Lopja a poppit. Van egy AP, mindenképpen AD-s hőst kéne hoznom. Egy Cassandra például itt jó lehet, ugye ezt... Ez stabil blind pick. Erős is lehet itt ezen a meccsen. Mert kell egy frontliner is a csapatnak, hogy a pókunkat ki tudjuk használni. Raven. A Renekton az nekem nem jön be ezen a meccsen, mert túl könnyen le CC-znek és levansatolnak. Nagyon nagy sebzésük van Draven-nel és Belvettel. Cassandra-val azért nagyobb a mobilitásom meg a tankosságom. Shen, azt nem szeretném blindpickelni. Malphite-t se blindpickelek. Ha Malphite-ot blindpickelnék, jönne a Sylas plusz... Nem tudom micsoda. Valami AP toppos, Rumble Sylas, aztán szenvedünk. Oké, okay, Gwen ellen leszek toppon. Dupla MR. Hozok egy ilyen Armor MR mixet. Azért elég sok fizikális sebzést kapok így a minionoktól meg Gwentől is. Ugye sokat autoattackol. És akkor majd Magic Resistet úgy is építek. Biscuit plusz Cosmic az jó. Ez így jónak tűnik. És szerintem ez Mercury Threads-es game lesz. Mercury Threads-es games... Menjük rá Overgrowth-ra, Unflinching helyett. Slow Resistance elég jól jön Gwen ellen. Főleg a kevés HP-ra leesek. Már megtartom, ezt így jó lesz. Gwen ellen Ghost kell mindig. Nem hiszem. Jó lesz a flash. Hogyha streamel a főnök. De hogyhogy nem. Én csak szezon alatt nem szoktam streamelni, mert akkor nagyon nehéz időt találni rá. Szezonokon kívül szoktam. Oké, okay. Az overlay-t ezt ne felejtsük el változtatni. Pont amikor teszteltem a streamet, akkor el is felejtettem az overlay-t változtatni. Köszönöm szépen, Krisztó. Mikor kell Ghost vagy Flash a Cassandra? Én most mindig Flash-t mennék rá. Na, Fury top lesz? Nem lesz. Nem is játszottam a hőssel egyszer se, de... Nem egy top lanernek tűnik nekem, vagy játszak kúrában, mint top laner, vagy valami hasonló. Ez is egy Flash-es Gwen. Pedro José. Upset wannabe. Váratlan mert szereplés várható, nem várható. Az egyébként csak akkor, azért jött össze ez a váratlan word szereplés, annó a Piss-szel. Mert nem játszottam egyetlen kompetitív meccset se a szezon során. Ez kikötése volt, hogy csatlakozhassak hozzájuk. Tehát olyan játékos, aki már kompetitív meccset játszott a szezon során, az nem játszott volna velük. Úgyhogy...
Ez egy nagyon szerencsés szituáció volt akkor. Illetve nagyon egyedi is, tehát erre szerintem példa nem nagyon lesz ezen kívül. Hogy valaki visszatér a nyugállományból, és rögtön VB-re mehet. És a cserejátékos lettél volna, nem játszol mással? Azt nem tudom. Ennyire részletesen nem emlékszem már a kikötésekre. Ne kéne itt scoutolni ezt a kéket. Biztos vagyok benne, Belvet nem kéken fog kezdeni. Érdemes egyáltalán leszkautolni. Nem kéken kezd. Adjak-e neki prioritást? Lehet adnom kéne, mert Sivánám az top oldalon kezd. Illetve Sivánáról beszélünk. Egy inaktív chandler. Veszélyes, hogyha agresszívan játszanék. Szerintem odaadom a prioritást, de ez sose probléma Cassante-val. Egyre stabil hősről beszélünk. Pár farmot feladott azért a chunkért. Nem a legjobb, de annyira nem is vészes, mert elég nagy a sustain. Haha! Haha! Insect, Cassantect! Oké, okay, szerintem most kicsit túltradeltük kis Warlock gyorsan. Elég trade heavy ez a top lane most. Igazából a mechanika az annyi, hogy ki kell ugrani az EQ-ját oldalra, hogy ne találjon el a true damage-t, vagy legalább leblokkolj valamennyit. Sikololok igazából, egyenlő farm. Nem rossz az. Rámegyünk egy Shinre. Szerintem az ott a legjobb vásárlás most. Elég nagy all-in potenciálom lesz ezzel. Kivardolt. Ezek a kubetők kicsit out of range. Az se volt elég. Hol van? Rustic vagyunk, el kell könyvelni. Annyira nem simák azok a trade-ek, mint amennyire szeretném őket, hogy legyenek. Pedro az formában. TF-ünk 6-os. Oké. Okay. Az jó volt, kösz. Kösz szépen. Level 6-os a TF, ez hogy volt level 6-os? Nem ment még bázisba egyszer se. Kurva. Na, ez egy elég risky push out, de muszáj megrizikózni. Okay, szerencsé ott a belvet a sárkánynál. Oké,
Most veszek egy kis magic resistet. Ez sose árt. Ez TF, ez mennyire magas szintű volt. Vennem flash-et viszont, úgyhogy olyan nagy előnyre engem nem juttatott. Mert kettő-kettő Ducky volt Challenger ott is. Datamessa, köszönöm szépen a 24. hónapot. Szia, üdv újra itt. Szia neked is, Datamessa. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Azt szerintem itt chillelünk toppon. Csak nyugisan kell játszani most. Megvan igazából az előny. Szép lassan. Meg kell játszani a szituációkat. Közel-közel. Ez nem volt szép. Nem volt szép, hogy rám flash-elt a belvet. Jó, kicsit rizikusan játszok egyébként. Az all-in nem is egy olyan all-in volt, hogyha belvet ott van egyébként a falon túl, akkor nekem annyi. Van baj. Ó, meghaltam. Áááá, kár. Nem is flash-ed. Ez flash. Nincs dupla V-je viszont. Gyorsan kéne menni. Ez jó. Aha, tudunk ebből szerintem rádozni. Sőt, hogyha még egyet pushra siválna. Aztán nem a legjobb nekem, de hát mindegy, snowballolja magát, erős lesz. Én igazából csak egy tank vagyok, és az is meglett. Rádozni kéne, de gyorsan. Kincsá, köszönöm szépen a feliratkozást, tengermély tisztelet, egy-egy jutalom ajándékozható. Ajándékozható, de nem a mai nap. A legközelebbi streamek alkalmával lehet róla szó, persze. Ezt viszont akarom sérelni. Az aranyat legalább, ugye az egész vémet elvitte. Ez elég nagy XP veszteség, de igazából a Gwen is elvesztette őket. My blade is at your service. Maypeach! Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Aliho! Mi újság? Flash-e az még megvan szerintem. Kicsit azért veszélyes szituációkba rakom őt. Kirak itt veszélyes szituációba. Surrender is a weakling word.
elsétálunk. Na, visszakavarját. Szerintem neki is vissza kell tépézni majd. Visszatépézik. Útra tépézik. Na, az végül is elég jó nekem egyébként. Valószínűleg túlzásba vitték a dupla TP-t. Van már itemjeg vennek. Elég nagy előnye van velem szemben. Maradott. Ki fog feljönni topra? A Draven? Nem jön fel senki topra. Draven fel fog jönni, nem? Nem, nem jön senki topra. Oké. Akkor elviszem a topot. Nem jön fel senki. Ez nekem nagyon jó. Full tornyot kap. Úgyhogy hátrányban vagyok. Szerintem ez nagyon megérte. Számunkra. És nekem is van mythic item-a. Mert a recall. Úgyhogy Cassante már nincs benne a profi metában? Cassante szerintem mindig játszhatunk. Sőt... én kétszer is játszottam Cassante ellen itt a szezon vége fele, a rájátszásban ugye. Kínai metában is eléggé jelen volt. De furcsán játszanak. Miért overroom-on most a Gwen megint? Igazából nem értem a lane assignmentet, amit összehozott az ellenfél. Igazából most csak meg kéne várni, amíg rotatorok. Most szépen elindulok. Következő wave-re. És akkor ott leszek, akkor utána jöhet a prio. Ja, most mi egy Alistar megtalál, akkor mi van? Cassante ki nem fog belehalni. Okay. Igazából a Shyvana-val kell pressure-ozni. Pusolok még egyet. Kis overkill volt, talán. Nem baj. Na, nem akarok harcolni, van a bentépés. Kell a TFS. Oké, okay, az Alistar az eléggé trollt. Hogy láttak? Hoppik adott volna Vision-t. Wukongot nem láthatunk, kapott jó buffot, meg el kell olvasnom a patch notes-okat.
Sajnos nem nagyon tudom most jelenleg, hogy milyen hősöket buffoltak. TF papa. Van még ultim egyébként. Be kell védenem toppot. Nézzünk egy mit playre. Nem probléma. Megvan az a sárkány nélkülöm is. Az ellenfél nem tudja kontesztelni. Nem kell beijedni. Jó flash volt. Sometimes a warden must become a warrior. Pedro elvesztette az eszét. Jó, megtörtük mentálisan az ellenfelet. Eléggé megtörtnek tűntek, hogy a Gwen csak leutisztem minion wave-et. Mindenféle ok nélkül. Csak azért, hogy elvigye a Kassadin elől, valószínűleg. Veszek egy Sunfire-t. Sose rossz! Az nem lesz meg. Sőt, TP-znek mögétek. Annak még nincs ulti egyébként. Ups. Upsi. Én tankolok. De nagy sebzést tudod ki a belvetnek a passzívja. 800 true damage. Ez elég váratlan volt. Na, nem baj. Fightot nyertük. Az ulti rezeteli a dupla V-t? Igen, rezeteli. Minionok HP-ja ugyanolyan legyen, mint... Ugyanolyan színűek legyenek, amilyen oldalt vagy. Ez valószínűleg... ez... use relative team colors. My blade is at your service. A videó beállítások, no? Sallai Máté Colos. Köszönöm szépen a feliratkozást. Üdvözlet neked, Máté. Nincs TP-m, de indulok is rögtön. Ugye nosorra a nyomást akarunk helyezni a pályára. Négy V
1-4-2-ben vesztünk ott éppen, az nem jó. Az nem jó. Ja. Ajha. Ez keményen ütöd Raven, 3 itemes. Ezt nem tudom tartani. Nem is kell igazából. Nem eleget, szerintem nem tudunk endelni. Ez nagyon szoros lesz. Nem volt jó ulti. Draven az erős. Több item jön a Dravennek, mint a Kai'Sa-nak. Ajajaj. Az Alistairnek egyébként nincs ultia. Nekem meg nincs TP-m. És te használtak a TF stun. Oh, ez most jó lehet. Be kéne menni. Kai'Sa ulti. Jövök. Az ki kimenetel. Jól van, ez nem volt jó. Ezt túltoltuk egy kicsit. Szerintem nagyon félősen játszottunk egyébként. 4v2 volt. Még egy ideig. A Kassarin az nem tudott volna beugrani, mert rögtön levásatoljuk. Szerintem nyugodtan ütöttük volna a torja. Nagyon passzív felállást választottunk. Ez az első game? Igen. Mondasz nekem olyan meccseiden magyar kommentálás most nincs, ugye? Nincs. Azt még meg kell majd oldani. Szerintem. Nehéz. Volt rá felkérés, hogy valaki szerette volna. Makaria Gaming szerette volna magyarul kommentálni a meccseket. De sajnos ez nem ilyen egyszerű. Mert úgy van a német ligában, hogy a különböző csapatoknak vannak partner streamerei. És egy ilyen partner streamered lehet. Na már a Bignek van ugye partner streamere, egy német adás. És emiatt nem jött össze a magyar adás. Jó felállás, nem tűnik annyira jónak, srác. Oké, Kai'Sa levásatott mindenkit. Hey.
Esküszöm, hogy megnyomtam, de nem jött ki. Ezek szerint túl lassú voltam. Vagy a Kassadin-nak a kúja az... interruptolta? Nem lehet. Lehet? Kassadin Q interruptolhatja a problémát. De nem ment cooldownra, úgyhogy szerintem nem nyomtam el. Melyik a legnagyobb solo carry champ toppom? Valóban a legjobb hősöd az a legjobb carryzésre is szerintem. TF csak backdoroljunk, nem? Nem akar backdorolni? Megdorolni kellett volna a srácok. Azért tépéztem, hogy tartsam a recallokat. Úgy tűnik nem tudom levásatolni a Draven-t legalábbis, hogyha az Alistar védi. Szépen megakadályozták az ugrásomat mondjuk. Ha azzal eltalálom, akkor meghal, de... megakadályozza akkor. Oké, ez elég gáz ez a meccs egyébként, level 17-es Kassadin-juk van. És nem tudom, a TF miért nem akart backdoorozni. De ez így nem lesz jó. Őszintén szólva szerintem veszítjük a fightokat jelenleg. És valószínűleg nem a Dravenre kell rámennem. Hanem kire? Kassadinra ultizok, akkor az sokat nem csinál. Ha Alistart ki tudnám szedni a fightból, az hatalmas lenne. De Alistart az szerintem nehéz. Nem fog fal mellett állni, hanem inkább itt ilyen fightok közepe körül lesz. Nehéz. Nehéz a döntés. És mire fogunk rájátszani? Elderre? Ez tök gáz, hogy egy ilyen meccsen, ahol ennyire domináltuk őket, Elderre kell rájátszani. Őszinte leszek, TF-en nem szégyen egyébként backdoorozni. Tehát nem kéne attól tartani, hogy backdoorozzon. Nyugodtan backdoorozhat. Sunfire, ez nem volt jó. Harcolunk. Nélkül nem harcolunk, ez nem lesz jó. Hát azt mondom, backeljünk ki, amilyen gyorsan csak tudunk. Sebzés van a Kai'Sa-nak. Valószínűleg egy rakat. Mondjuk jó lesz a Kai'Sa poke itt. Most kipusoltak minket. Történt a TF-e. Ja, recallolok, aztán TP-zek. Na most lehet vérnyeztem a Draven. Azért, hogyha nincs neki Alistar peel, akkor szerintem le tudom egyvérnyezni simán. Bam! Deft-le kérdezte.
30 pont, az elég jó. Jó sok pontot kaptunk. Ahhoz képest, hogy mentálisan meg volt törve az ellenfél, ahhoz képest ez a meccs, ez kicsit túlságosan elhúzódott, srácok, túlságosan elhúzódott. Lehetett volna egy kicsit gyorsabb győzelem is. Icipicit elhúzódott a dolog. Dandom, csacsi, dandom, kérj, ez tényleg deft volt? Nem, nem volt tényleg deft. Hogyha ez tényleg deft lett volna, akkor szerintem az 20-0, bemegy 1v5-be, aztán megöl mindenkit. Köszönte fake tank? Köszönte nem fake tank. Köszönte az egy... nagy tank. Mobilis tank, ami elég ritka szerintem. Tehát, hogy a tankoknak ennyi mobilitás legyen, mint amennyi a Cassanténak van, hát az ritkaság száma megy. Ez nagy előmény egyébként az, hogy Master Elon vagyok. Gyorsak a Q-k. Gyorsak a Q-k. Gyorsan lehet meccseket találni. Na mit? Mit tudunk elhozni ebből a meccsből, ami fontos volt? Szerintem volt egy-két all-in-em, ami megkérdőjelezhető volt. Tehát nem láttam nagyon a junglert, úgyhogy erre jobban oda kéne figyelni. Hogy... better map. Ugye írom az edzésnaplómat továbbra is. Ezt újra elkezdtem írni, hogy februártól. És szerintem nagyon is hasznos volt nekem. Minden meccs után igazából leírom, mi volt a matchup. Egy-két dolgot, amit el tudok hozni a meccsből, amit javítanom kell a következő meccsre, vagy amit javítani próbálok alapból. És nem kell annyira szigorúan, hogy most ezt elhibáztad ezen a meccsen, akkor a következőn muszáj jónak lennie, ez nem így működik. Szép lassan időt kell hagyni ezeknek a dolgoknak, hogy rögzüljenek. De tudatosítani őket, az szerintem egy elég fontos dolog. nem figyeltem. Mindegy. Vicces, hogy a Grandmasterek hátrahagyják a Draven's Elder Fightnál, ott hagynak 1v1-be. Ja, ott hagytak valóban. Lesz 2v2v2v2. Végül is az arena mód az elég fán egyébként. Lehet bedobhatunk 1-2-t majd. Ja, win lett az előző meccs. TFT? Ne, TFT ez nem lesz. Szeretnétek TFT streamet tőlem? Hát annak szerintem... jó, mondjuk biztos élvezetes lesz nézni, hogy nem tudok semmit a TFT metáról, vagy a jelenlegi TFT karakterekről egyáltalán. Adnátok a TFT streamet, érdekes. Jól van. Felőlem beiktathatunk majd ilyen fun módokat. Azt mondta, pick your best. My blade is at your service. I'm no hero. Just a Yordle with a hammer. Miért kell a midesemnek egy ilyen furcsa picket választania? És miért az utolsó másodpercben lokkolja be? Aja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 j
Ez mi akar lenni? Oké, furcsa. Mi jelen leszek toppon? Valószínűleg
Valószínűleg egy AD hős lesz toppom. Mert pont ott a Karthus trollkodni fog. De a Karthus játékos az a Kai'Sa, úgyhogy nem a Siem. Srácok, azért mert bannoltam a Karthus-ját, ezért ez nem ad neki okot arra, hogy trollkodjon egyébként. Főleg, hogy nem is direkt volt a dolog, hanem tényleg csak benéztem. Ez előfordul szerintem mindenkivel. A Naafiri ellen leszek toppon, ezt még sose játszottam. Sőt, azt sem tudom, hogy mik a cooldownjai, vagy mennyi sebzést csinál. Na, megnézzük majd. A falka. Mit tud a falka csinálni? Demácia fala ellen. Demácia pörője. Aki éppen egy jó kis téli skinnel érkezik. Hát itt pörőjt ezt nem látok, hanem valami. Valami más van itt. Papír lefelé build-el. Refillable potion-os kezdés. Na, sebezd meg, mutasd mit tudsz. Oké, 6 arany érkezett már is. Kösz. Egy mana flow bennet is kaphatok? Ott van az is. Miért gyorsult fel ennyire? Pokorba a bemenés után. The hammer does most of the work. I just swing it. Minions have spawned. Jó, váltottam, szerencsére. A magyar játékos van a csapatomban. Rakan. Softy. Nem ismerem Softit. De üdvözlet Softy, sok sikert lehozzuk. Ki a jobb Ronaldo vagy Messi? Nem lehet elfogadni, hogy mindketten. Nagyon jók. Az mekkorát dodzsolt. Én is mekkorát dodzsoltam. Q betűje az a fősebzése, ugye? Ha! Hey, a falka nagyon... nagyon ugrándozik. Mi ez, egy ranged hős? Tudom, hogy nem az, de olyan, mintha az lenne, amekkora háraszt letolt. Köszönöm szépen a feliratkozást. Domis. Csak a csacsi poppiától ment. Ments meg minket, istenünk. Á, valóban. Oké, hát elég squishy valóban ez a hős. Gondoltam, hogy valami ugrás fog érkezni. Csak túl lassan aktiváltam a W-met. Gyorsabban észrevettem volna, akkor ezt valószínűleg le tudom blokkolni. Mester. Csak a manám az kifogyott, de nem baj. Worth it. Oké, mehet is a Rico. Vagy maradok inkább. Maradjak, vagy menjek. Maradok. My blade is at your service. Imperian, köszönöm szépen a 25. hónapos feliratkozást, hiányos Star Wars. Köszönöm szépen. De lovas, köszönöm szépen a raidet, üdvözlet mindenkinek. Éppen megy a Master Climb. Két magyar játékos egy csapatban. Oké. Okay. Hopp, ez lefutja. Nem tudom, az
mi történik itt? Miért kell lefutni a meccseket? Ezt én nem értem. Miért olyan nehéz megpróbálni comeback-elni? Miért? Mennyire nehéz. Kösz, most megölöm. Ha már ennyire futja. Meg is report. Intentional feeding. Gyanítom flame-el is ez erről. Mi a kukku betűnek a kuldányi vajon? Valószínűleg a falka tagjait le tudom egyébként blokkolni. Ó, mi volt ez a healing hirtelen? Nem is tudtam, hogy ez a hős tud healelni is. Okay. Ez nem jó. Eddig nem healelt egyszer se a laning fázis során, úgyhogy most meglepett, hogy healelt. Meg kell nézni, hogy miért healelt vajon. Hogyha kétszer eltáll a kujjával, akkor healel. Okay. Nem level up volt. Healelt. 100% heal volt. Mindegy, közel volt végül is. Legalább kis comeback lehetőséget adunk nekik. Tűnik túl erősnek egyébként, szóval a Fury. Legalábbis Poppy ellen nem. Aha, most healert láttam én is, igen. My blade is at your service. And stay there. Nincsen Planter folyóban. Kicsit agresszív volt az Orinom. Gyors disengage. Nehogy belehaljunk. Kane megint futja a meccset. Okay. Mr. Deity, köszönöm szépen a feliratkozást, üdvözöllek. Ja, nem voltam benne biztos egyébként, hogy az ultim az működni fog rajta így. Azt hittem, hogyha így rám csatlakozik ezzel az E betűjével talán, nem tudom melyikkel. De hogyha megjelöl, hogy rád akar ugrani, azt hittem, hogy ezt így be lehet csenelőzni, és megállíthatatlanná válik. De nem. Nem voltam unstoppable szerencsére. Meister! Köszönöm szépen a feliratkozást neked is. Üdvözöllek téged. Szintén. Ezt gyorsan bepusholjuk, aztán megütjük a tornyot. Szerintem egy platinget el tudok hozni most. Talán. Valószínűleg nem. Talán valószínűleg nem. Ja, még két farmot is buktam közben. De úgy tűnik a plating legalább meg lesz. Bam. Kettő plating? Nem van, az belőle kettő. Na, falka. Meg kell ölni a falkát. Le kéne vardolni a heráldat. Megkéstünk a balra. Ja, meg tudom ölni a kis falkatagokat. Csak az a baj, nagyon sok van neki, hogy elég gyorsan respawnolnak. Ilyen túl sokat nem érek vele. Okay.
Out of mana. Nincs mana. Oké. Fogalmam sincs, hogy mit csinál továbbra se, pontosan. Amint látom a képességeit, de... Valami mással is hílelt, srácok, nem csak a Q betűje hílel. Ez a dupla V, vagy nem tudom, ez... Nekem úgy tűnik, mint egy dupla V. Mint ha ezzel is hílelne. Vagy nem tudom. Á, nem tudom. Első meccs, ez a második meccs. Második meccs. Igazából. First time on a Fury ellen. Ha van neki, nem jel. Most már lényegesen jobban trade-el ezzel. Elég low-idó harc van itt toppon. Lóvidó harcot arra értem, nagyon kevés farmunk van mindkettőnknek. Nekem több farmnak kéne lenni, az biztos. De elég sokat vesztettem szerintem, amikor meghaltam. Néztem TP után mögöttem, de nem jött TP. Én is megveszem a mythic itememet. Eladjuk a Torrance Shield-et, legyen belőle mythic item. És szerintem egy Control Varche árt. Üdvözlet egy rajongó. Chrome meg hello. Elútizik Vision-t ad magának és a teamnek, csacsi, vigyázz vele teamfightba. Oké, okay, vigyázzon. Meghal a szájon. Jaj! Csillan túléli, nem éri túl. Te közel volt hozzá, hogy megöljék. Na, valahogy mindig 4v5-be köt ki a csapatom. Hát mit lehet tenni? Zed feljött topra, aztán elkezdett rómolni. Elég jó tempo play-t csináltak. Talán le tudom szedni a tornyot. Aktiválom továbbra is a sínemet. És extra sebzésre. Akkor csak leesik a tovább. Ez most már meg lesz innentől. Kell ultizni, nem hiszem. Ezeket lehet le is egyvéket tűzhettem volna, elég gyengének tűntek. Oké, még egy wave-et pusholunk. Óvatosan. Mert szerintem itt most ilyen kellető vagyok. You have been slain. Your team
11 ellen. 1-11 jel, ez nem olyan rossz végül is. Csak nem nagyon tesszük nyomás alá ezt a mit tornyot valamiért. Zed le 1v2-zött minket szintén. Hozok egy Bramble Vestet, ez egy Red Cane lesz ugye? Igen. Nem, nem hozunk. Amit hozunk, az egy Warmox. Tehát be kell TP-znem majd. De rányítok a mid toronyra én is. Ha lett volna mana, akkor ott bizony lehetett volna apítani. Ennyire kevés farmom van megint. Ennyire rosszul lászítelnék. Nem is veszem észre, hogy ennyire rosszul lászítelek. Rakán az, hogy tankolta a tornyot vajon? Mivel sebződtem, mivel betankolta a tornyot? Ó, sion le egy V1-es a Cassiot. Szép. Jön a Kane meg a Nafiri. Vigyázat, vigyázat! Mindig mana problémáim vannak, mana flowband ellenére is, annyira extended fightok vannak. Túl sok a falka pókolása és azért rossz a farmom, mondjuk neki is rossz a farmja. Végül is nem rossz számomra. Hogyha egy carry hűs, kevés farmmal rendelkezik a tank is kevéssel, azt szerintem mindig a tanknak fog kedvezni. De... ezt meg kéne ölni. Nagyon overextended. Nem lehetne játszani a tier 2-től. Akkor nem. Nem, hát nem. Kapunk TP-t magunk. Kijövök. Nem, nem jövök ki. Na, kijövök. Hát, annak az Ednek nincs sebzése. Mana nélkül mit érek én? Sokat. Mana nélkül sokat érek egyébként, láthattuk. Mana nélkül. És sokat érünk. Fimbul Winter nem jó poppy topra?
Jó. Nem szokott nekem sosem mana problémám lenni Poppival. Amit ha mana flow bandet hozok, akkor nem szokott mana problémám lenni. Ez csak azért volt, mert... folyamatosan harcolt mindenki mindenkivel ezen a meccsen. Non-stop harcolás volt, és overstay-ek. De alapból ennek nem kéne, hogy probléma. Ez nem kéne, hogy problémát jelentsen. Szép volt Softy. És még a Kai'Sa-t se kellett reportolnom, srácok. Mennyire jó. Bannoltam a Karthusiát. És akkor... nem a legkedvesebb szavakkal illetett. De elnéztem neki, mert... megértem, hogy valaki mérges, hogyha bannolják az OTP-jét. De... report kény. Reportoltam már meccsen belül. Vagy ez nem számít ilyenkor? Számít, nem? Ha meccsen belül odaadom neki a reportot, akkor valószínűleg az is számít. Age of Mythology. I'm playing League right now. Sorry. Na, érkezik az Age of Mythology community, amit említettem ugye korábban. Hogy valószínűleg lesznek páran, akik elszabadulnak. VB-re előrejelzések. Nincsen még. VB csoportkör már az megvan, vagy micsoda? Nem hiszem, hogy meg lenne, vagy megvan. Írtam is itt Facebookon, zúzó voltam. Rendben. Elolvasom majd a Facebook üzeneteket is valamikor. Zúzó, kedves zúzó. Prostagma, né, Carlos. Jó kis Age of Mythology referencia. Hut Sondoki, teljesen kezdő vagyok a játékban, tudnál, tudtok pár tippet adni azt, hogy mire figyeljek az elején, és hogyan döntsem el, hogy melyik lane való nekem leginkább. Szerintem az, hogy melyik lane-nek való neked leginkább, az neked ki kell tapasztalni, játszod az összeset így egyesével. Próbálgassad. Én úgy, mindig úgy álltam hozzá, láttam egy hőst, ami nekem megtetszett, akkor ráálltam. Például én nagyon szerettem az Irelia-t régen, amikor én kezdtem játszani. Nagyon szimpatikus volt a hős, sokat lehetett vele ugrálni, jó kis playmaking-je volt. Úgyhogy szerettem volna játszani, az Irelia az egy toppos hős volt, úgyhogy így kötöttem ki toppon például. De tegyük fel neked a legszimpatikusabb a Jhin, akkor valószínűleg AD carry az, amit ki kéne próbálnod elsőként. Tehát egy szimpatikusság terén mennék hozzá. Állnék hozzá egy eleinte a dologhoz. Hey Sagok, how you doing? Sagok a substitute junglerünk. Illaoi? Illaoi Akshan ellen. Evelyn ellen. Ez nem egy Illaoi spot, sajnálom. Vagy Illaoi spot. Darius jungle, mint a videóban. És hogy mire figyelj oda eleinte? Szerintem hagyd folyni eleinte, nem kell ennyire, annyira túlzottan úgy hozzáállni minden meccshez, hogy most valamit tanulni kell belőle. Igazából, ha úgy érzed, hogy akarsz valamit tanulni, akkor azt ajánlom, hogy nézd vissza a saját meccseidet. Erre van egy ilyen Insights Capture nevezetű program, az például elég jó. Ezzel vissza tudod nézni a meccseidet, felveszi mindegyik meccset, aztán visszanézed. És... tudsz belőlük tanulni, hogyha szeretnél. Ha pedig kell referencia az, hogy hogyan játsz, hogyan kell valaki, hogyan játszik valaki, vagy mi az a szint, amit el kéne érned, akkor nézzél streameket vagy profi meccseket. Hozok egy Ignárt. Ezt lehet megjárjuk. De szerintem ide valami. Ilyesmi jó lehet. Jóniról mi a véleményed? Érdemes megtanulni? Nekem bejön. Azt mindenképpen érdemes megtanulni. Jóni az egy nagyon OP karakter, hogyha valaki tud vele jól játszani. Úgyhogy Jónit azt csak ajánlani tudom. Kercéci nekem? Tenacity nem hiszem. Bomb plating vagy second wind. Legyen bomb plating.
A W ellen is egész jó. Hogyha pedig nem szedi le, mielőtt beugrani, akkor meg kiváló tud lenni a bomplating. Tinonár. Előző meccsből mi az, amit nagyon eltoltunk? Volt egy solo defem. Ja, szerintem az jó. Az ellenfélnek a képességeit, meg cooldownjait jobban el kell sajátítani. Tehát növelni kell a játékon belüli tudást. Ha például egy Naafiri ellen játszanék ismételtem, akkor szerintem azzal kezdeném a meccset, hogy felmegyek a League of Legends Wikipédiára és megnézem a cooldownjait, meg hogy mivel tud healelni. Ez elég furcsa volt, hogy nem voltam tisztában a pontos timerekkel. És pont ez egyébként, ami működőképessé tesz cheesepikkeket toppom, hogy nem nagyon ismerik a játékosok ezeket a cheesepikkeket. Camille ellen nem szoktam kiúzni semmit, mert hogyha Camille E betűvel kezd és neked Q betűvel, Q betűt van náron, akkor nagyon le tud futni téged a lane-en. Tehát nagyon fontos, hogy az E betűt ki tud húzni, hogyha szükség van rá. Ez egy olyan matchup, ahol potenciálisan elbetűvel kell kezdeni. Kétszer betalálok új, akkor heal el Naafiri. Jaja, erre rájöttem. A meccs során megírtátok is. Ignite-os Camille. Ezt le fogjuk gankelni, Rek'Sai-hoz már érkezik is topra. De azt fogom csinálni, felsétálok a Minion Wave-vel. Megnézzük, hogy elbetűvel kezd-e. Ha E betűvel kezd, akkor én is kihúzom az E betűmet, megpróbálok HP-t tartani, igazából odaadom neki a prioritást. És utána meglátjuk. Na, így bizony. Most viszont arra kell majd vigyázni, hogy az vigyázó betűje az rövidebb cooldownos, tehát hamarabb fel fog jönni. 5 másodperc ennyi még. És most feljött az elbetű, lehet agresszívan trade-elni. Ah, kidodzsoltam a W-t, és oké. Ez a lane, ez innentől sima. Igazából csak a játék korai fázisa, ami nehéz, meg később, amikor ugye mythic itemje lesz, az is még nehéz. De azon kívül Gnárnak jobbak a trade-jei, hogyha ki tudod ugrani konzisztensen a Camille-nek az E betűjét. Hát csak erről szól a matchup. Camille lehet kiugrani. Oké. Okay. Szerintem eddig jobban megy a last hitel is. Itt is behoztak az összeset. Igazából nem én akarom harasszolni torony alatt. Mert bármikor kaphatok genket is, úgyhogy tartok egy ilyen tette az elbetűmet, most lehet, hogy érkezni fog a gank. De a Rek'Sai azt tud follow-up-olni, és elég időt tudok a Rek'Sai-nak vásárolni, hogyha gank érkezne. Ugye full HP-n vagyok, tehát nem tudnak levánsatolni. Nincs elbetűm, de a Camille-nak sincs elbetűje. Illetve az Evelyn most megmutatta magát minden.
Ja, jól van. Azt nagyon megnyertük ezt elejét most. Innentől lehet zónázni majd. Kamiot. Ugye nincs elég. Mondjuk vannak még kukiai. Ez most kicsit veszélyes volt. Ugye vannak ilyen mismatch szituációk. Tehát hogyha például elhasználom az E betűmet. Ezt megnyerem szerintem. Ja, hogy van Ignite. Nem nyerem meg. Ki kellett volna flash-en, valamiért elfelejtettem, hogy Ignite-tal játszik. Ez nagyon rossz Olin volt a részéről, hogyha Ignite-tal játszik. Csak ki kellett volna flash-elnem az E betűjét és utána le rohanni. Kár érte. Jó, ez egy ilyen figyelmetlenségi hiba. Ami akkor van, amikor nincs valaki a játék topján. Hát top szinten nem játszok jelenleg, az biztos. Nem baj. Belefér. Lane-emnek ennek ezzel nem lesz még vége, de... Most el is használtam az elbetémet, úgyhogy fel van az elbetéje. Ilyenkor kell vigyázni egyébként. Vannak ezek a mismatch-ek. Ezekkel kell nagyon figyelni. Közel volt. Majdnem meglett. Pont ez volt a terve, hogy beviszem torony alá és megölöm. Ha nem vitt volna el, akkor ez hatalmas play. Kár, hogy elvitt. Pont elvitt. Az előző. Előző alkalommal ugye, amikor killt adtam neki, akkor... Emiatt most egy longsword-dal volt neki többje, mint amivel kellett volna. Ennyire jó voltam AOM-ben? Igen, jó voltam nagyon. Volt nekem. Mehetek vissza a bázisba, srácok. Átlépte az Evelyn a level 6-ot. Micsoda, milyen furcsa timerek vannak szóló queue-ban néha. Ezek az AFK farmolós junglerek, ez kompetitív meccseken sosincs ilyen, hogy AFK farmol ennyire valaki. Ez nagyon meglepő, hogy level 6-ot elérik így 7. percnél. 6.37. perc körül el szokták érni. Igen, a Titans kiegészítővel toljuk. Wooplin lehet játszani. Wooply.com.
szerintem elég jól játszottam meg. Kamilnek az E-jét bekenceleztem, sikerült lesz tanulni az Evelynt. Most elég jó harc volt. Max a végén kellett volna kicsit óvatosabbnak lenni. Amikor észre se vettem, hogy az amúból szellem félig. Igazából szépen, itt a supportunk is. Szépen visszaugrok, aztán megleszek, de érkezett egy amúm, mondjuk hozzám se ért egyébként. Úgyhogy az Ignite az, ami elvitt, tehát túl későn ugrottam ki. Azt lehetett volna optimalizálni, de alapból jó fight volt. Kicsivel gyengébb vagyok a Kamillnál 1v1-ben. De látjátok, hogy a trading pattern az abból a szempontból is nekem kedves, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, hogyha agresszívan játszik. Nagyon türelmesnek kell lenni egyébként a stunnal. Vannak olyan szituációk, hogy a Camille az azzal lehet CC-t dodzsolni. Ha türelmet nagyon használod el a Gnarként. Fog jönni az Evelyn. Oké, nincs ulti, azt mondják. Lassan lázadnak Age of Mythology streammel kapcsolatban. Épp csak a postás nem jelent meg toppon. Kiana balanced. Szerintem kicsit gyenge a Kiana. Come back and stream some Age of Mythology. Maybe we'll do sometime. Majd meglátom, hogy mennyire. Szeretnék egy ilyen Age of Mythology streamet is. My blade is at your service. Kalászítelés, nem mondtam. Ezt most megérdemeltem a halált. Ez egy nagyon trollkodós, nagyon nagy trollkodás volt, amit csináltam. Csak előre ugrani. A sárkányt is elviszik. Metalló, köszönöm szépen a feliratkozást, második hónap. Üdvözlet ismételtem. Na, visszatépézünk. Oké, aki van Trinity Force-ja. De megakadályoztam a bázisba menését. Ja, nem fog beugrani, és óvatosnak kell lenni. Úgyse tudnak mit csinálni, amikor meganár vagyok. Látjuk az Evelynt miden. Sohon! 40. hónap, köszönöm szépen. Szava csacsi, jó, hogy újra van Steam, GLHF. Köszönöm szépen, Sohon. Yeah.
Jó ping. Jó, hogy visszapingeltek, már anyam eszetlenül felsétáltam volna megint. Kicsit figyelmetlen vagyok ezen a meccsen. Nem baj. Most jó kis előnyre tettem szertoppom. Most már biztos, hogy erősebb vagyok nála. Hogyha nem tud. Az a baj, hogy nehéz agresszívan játszani, ugye Evelynjük van. Seraphina FK. Oké, megvan. Hát ez tényleg egy olyan matchup, ami nagyon rizikós a Camille-nak is. Tehát nem egy egyértelmű matchup, itt mindketten tudunk nyerni. Viszont a Camille most nagyobb display-t csinált. Azt mondjuk gruppolnunk kéne. Csak visszajön az a Seraphine. Tessék, vissza is jött. Csak probléma. Wow. Az mi az a Rek'Sai sebzés? Kellett ez a töret itt? Ja, kellett. De hát pont ez is nehézé teszi a matchupot, ugye? Oké, ennyi. Ennyi Q betűt elmisszel az Ezreal, akkor ez elég könnyű. Valószínűleg split push. Nem szabad split pusholni. Ez az a meccs, ahol teamfightolni kell. Alapvetően ez nárként, hogyha nárt játszol, akkor szeretnél split pusholni és azzal előre haladni. De egy ilyen meccs, ahol Evelynjük, Akshanjuk, Camilljuk van, biztos, hogy nem fog tudni előre haladni split pussal. Akármennyire erős is vagyok, le fognak 1v2-zni. Ugye az Evelyn az egész fed. Camille pusha. Jönni. Sok aranyom van nekem is. Ezt fel is lehet adni akár ezt a sárkányt. Oké,
túlzásba vitte. Ezt most kicsit túlzásba vitte az elején. Kell segítség, ez lehet, hogy védje engem jelenleg, hogyha mininár vagyok teljes mértékben. Szerintem. Nevermind. Mindegy, Nautilus ezért kellett bebiztosítani. Szerintem meg lett volna nélküle is. Szerintem nincs elég nasor. Fred. Ez hogy ugrott előre? Ekkorát, innen ide. Protobelt, nincs protobeltje. Ezek szerint aktiválódott az ugrása felé, mielőtt flasheltem volna. Érdekes, érdekes. Legyen. Legyen hát. Veszek egy Abyssal maszkot, az elég jó lesz a AP-s hűseinknek. Most amúgy is gruppolni akarok. Ikcsa, köszönöm szépen a feliratkozást, üdvözöllek. Melyik szerver? EU-est? Nehéz eldönteni, hogy a csacsi mindig Winners Q-ban van, vagy csak ennyire jó. Winners Q. Ezen a meccsen azért nem játszok annyira jól, hogy... Nem is játszok egyébként rosszul se, de... Ez sokkal jobban lehetett volna büntetni. Elég sok lehetőséget adtam az ellenfélnek, maradjunk annyiban. Most kicsit szerencsés voltam, de ez elég Winners Q gyanús. Ha megnézzük a jungle különbséget, support különbséget. Ott mindenki meg fog halni viszont. Ne indulok gruppolni a csapathoz. Nem kéne többet pusholni. Meghalt a Rek'Sai. Meghalt a Rek'Sai, meghalt a Gnar. Legalábbis korábban. Én a sor buffomat is elvesztettem. Peri 75, köszönöm szépen a 12. hónapot. Halihó. Csak szerencsém múlik a challenger, valóban. Meghalunk, 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 persze. Hogy nem. Persze, hogy nem halunk meg. Nem hal meg. Halhatatlan. Hogy a tália az mekkorát játszik. Ügyes. Bám. Ezt le tudjátok szedni. És tényleg nem kellek hozzá, hogyha két halott játékos van. Elindulok ide. Ó,
Armat tankolok neki, de tök. Várni! Halihó, várni! Köszönöm szépen a feliratkozást! Valóban benéztem. Elnézést érte. Szia, tesó, gratulálok a nyári szezonhoz nyújtott teljesítményetekhez. Szinte minden győzelmet te hoztál, nem véletlenül, csak itt tovább szurkolok, barátod Várni. Á, nagyon szépen köszönöm, Várni. Mindig várom az üzeneteidet, amik érkeznek vele. Tényleg nem volt alarm, egy korábbi szab volt, csak benéztem meccs közben szerintem. Vagy nem volt alert. Hát nem tudom, srácok, előfordulhat, hogy nincs alert néha. Ugye aki beállította nekem ezt a streamet, én nem tudom. Néha úgy érzem, hogy valami hiányzik belőle. De hát ez van. Köszönöm szépen, Várni. Előfordul, hogy néha van egy-két ilyen dolog, hogy nem szól meg az alert. Hú, jó meleg van egyébként. Itt Németországban. Pedig csak ilyen 26 fok körül van elvileg, de ahhoz képest olyan, mint a 30 felett lenne. Na mindegy. Na ez most tényleg egy elég nagy winner's queue. Három meccs zsinórban. Hol tartasz jelenleg? Master? Igen, Masterbe vagyok. Master 1 LP-ről indultunk, három meccset nyertünk, az 95 LP-t betakarítottunk ma három meccsen, az elég jó. Így tovább akkor. Nálunk csak 35 van. Tényleg? Ennyire meleg van. Itthon Pécset 32 fok van. Jól van. Akkor én nem panaszkodhatok. Ád és Jont mikor láthatunk? Hát szerintem rossz streamen vagy, hogyha Ád és Jont szeretnél nézni. Van egy ismert AD Sion játékos. Őt érdemesebb akkor nézni, hogyha AD Sion-t szeretne. My blade is at your service. Zoli 2435, köszönöm szépen a feliratkozást. Én pucéran gépezek, olyan meleg van. Jól is teszed. Akali most elég OP, Supreme Goat. Nem is tudtam egyébként elég sokáig, hogy te magyar vagy. Többször is találkoztunk solo queue-ban, ugye HILO. Ez egyik legjobb Akali játékos solo queue-ban, Supreme Goat. Nem is tudtam, hogy magyar vagy egészen addig, amíg meg nem néztem egy ilyen valami magyar ranglistát valahol. És akkor láttam, hogy Supreme Goat magyar, és akkor úgy volt, ha? Nem is tudtam. Te nem szoktál streamelni egyébként? Challenger szintű EU West streamek azok eléggé bejöhetnének. Nézői 1v1 lesz valamikor.
valaki kiváltja, igen. De említettem már, hogy ma nem lesz. Kiváltotta valaki? Ezt hol is tudom megnézni. Manage rewards and challenges. Na mindegy, hogyha esetleg kiváltja valaki, akkor megnézem majd, hogy hol találom ezt. Szerintem a viewer rewards-nál tudom megnézni. Egy v 1 versus csacsi. 75 000. Mindig AP botlane-rem van. Ez hihetetlen. Guys, this will not be an Age of Mythology stream today. I'm sorry, it's League of Legends. But I might do some Age of Mythology one sometime in the future. Szavazást nem akarsz nyomni? Nyomhatunk. Akkor végül is most a Bignél vagy, de nem a nagy csapatban. Valamiért úgy nem olyan bajtra a profi karrier, de lehet, hogy csak rosszul nem rémlik. De jól rémlik az. Valóban abba hagytam a Splice-os időszak után. Egy másfél-két évig kb. És akkor utána visszatértem, úgyhogy most a Big Ben vagyok, igen. Big német csapat. Prime League-ben, német ligában. Nyomok én majd. Hol is lehet nyomni? Stream Manager gondolom. Van ilyen, hogy Start a Prediction. Kik nyernek? Csacsiék vs. Enemy. Ezt benyomom majd, amikor megvannak a... Amikor Champions Select... Nem Champions Select, mert Loading Screenbe vagyunk, akkor benyomom majd. Mit szeretnék majd hozni? Ugye Heimer botunk van. Megnézzük, hogy mi lesz a midesünk. Hogyha AD midesünk van, akkor hozok AP topot, Kennent vagy Rumble-t. Hogyha AP midesünk van, akkor muszáj AD topra mennem. De Engage-et kéne hozni. Oké, nagyon jó. Szerintem Rumble az nagyon adja ezen a meccsen egyébként. Rumble plusz Jarvan combo két immobilis hős ellen. Kiváló. Tetszetős. Elég szeretvetett kompunk van, de igazából, hogyha valaki elfidelődik, akkor ezt nagyon lehetne hozni, de a Hecarim az iszonyatosan erős ellenünk. Oké, Rumble, Naafiri ellen. Úgy tűnik, ez a Naafiri top, ez mégiscsak létezik. Játsszuk teleporttal vagy teleport nélkül? Játsszuk egyet teleporttal, megnézzük, mit tudunk alkotni. Mert botlane-jüket jól tudom majd snowballozni. Bignek szerinted lenne esély jelenleg bejutni vagy megmaradni az LEC-ben? Ja, a nagy csapatban vagyok, nincs akadémi. Oké. Na, indítom a polt, srácok. Csak emlékeztessetek majd, hogy le is kell zárni. Meccs után. Overlay-t nem váltottam, valóban nem. Szemfülesek vagytok. Jó volt, jó volt. Az észrevétel. Valaki kidécézett. Úgy tűnik. Vagy nem. Ők se décézett ki, oké. Ignite-ja van a Naafirinak. Szerintem... respektelni fogjuk.
Talán még E betűvel is kezdek. Hadd nézzem gyorsan a cooldownjait Naferinak. Remélem közben nem fognak megtámadni Invade-del. 25 másodperc a falka. 11 másodperc a Q eleinte. És 55 mana az nem is... Nem is olyan olcsó egyébként. Oké, okay, tehát healingje az igazából csak a Q betűjén van. Oké, okay. Azt jó tudni. Biztos erősebb lesz ellenem, mint a Poppy ellen egyébként. De Poppy ez szerintem nem lett volna jó ezen a meccsen az ellenfél kompozíciója ellen. Még amit lehetett volna hozni, az egy Malphite vagy egy Ornn. Az Malphite szóval nagyot üthetett volna, de szerintem a Rumble is nagyot üthet. Meglátjuk majd. You don't have to tell me twice. Te vagy a Jarvan? Dandom. Who wants a piece of this? Kezdtek kicsit jobb lenni a kubeti dodzsolásával. Egy mili hősről beszélünk. Tehát elvileg nehéz neki farmolni. Oké, okay, ez nagyon gyenge. Hecarim jungle, oké. Okay. Hecarimok azok nem szoktak nagyon genkelni early-ben. The bigger they are, the harder I hit them. De engem lehet, hogy le fog genkelni, ha nagyon agresszívan játszok. Naferi egyébként vesztett pár minion XP-t. Ő Ignite-tal játszik egyébként tényleg. Nagyon rossz szituációban van jelenleg. Szerintem megpróbálom kidive-olni. Most eltelt a Q betűje. Mindkettő, oké. Okay. Mekkorát healed? Fizz Róm az teljesen semmibe jött, kár. Nem kell visszatépéznem legalább. Rumble ellen mi a jó pick? Nem sok van, az biztos. Alapból szerintem Rumble-nek nagyon nincs counterje, de vannak pikkek, amikkel lehet neutralizálni. Például Cannon az egész jó szerintem. Úgyhogy
tudsz hozni AP hőst, akkor én Kennent ajánlom. Ja, persze, az ellenfél az mindig full over agresszívan játszott. Minden meccs az ilyen. Solo ki az már tényleg csak ilyen. Szerintem teljesen illegális volt, hogy ott beugrott. Nem volt vizsonyja, továbbra sincs vizsonyja, se flashja. De nem baj. Kis tower agresszív játék, az senkinek se ártott. Na, most talán elkezdett passzívabban játszani. Ja, elkezdett passzívabban játszani. Ugrálgat. Flashy az ugyanakkor jön fel, mint nekem. A kicsivel előbb, ugye? Szerintem nincs elég burst egyébként, hogy megöljem. Ez a Fizz, ez nagyon agresszív szintén. Elkezdett visszafele sétálni. Valószínűleg meglátott Vardon egyébként. Hallak. Rosszak az ultiaim ezen a meccsen. Eddig. Nem is jó szituációkba próbálom őket elhasználni. Nem nagyon növelem a saját ulti lehetőségeimet ezzel, ahogy használom. Szóval azért rakom oda a Wardot, mert csak Vision-t kell, hogy adjon. Healing-je az nagyon magas egyébként, ha jól látom. Most ulti. Érdekes. Ah, majdnem megfogott egyébként. Tűnik nem volt rossz Solin tőle. Nem volt rossz, nem volt rossz. All right.
Ugyan elég nagy a gáz. Fizz nagyon aprit. ...76 farmos zsár van. Nem rossz. Agurin. Kéne segítség minden srácok. Zedünket mindjárt dive-olják. Ami kicsit kellemetlen ezzel a Nafirival kapcsolatban. Az amikor... falkáját így rám dobja. Akkor nem lehet eltalálni elbetűvel se. Ez elég kellemetlen. Már megint fut. Enemy killing spree. Te mobilis vagy. Mit tűnik mindig ezt csinálja. Ez annyira unreliable, amit csinál. Ez egy teljesen solo kill move. Vision nélkül besétálni a bokrokba. És már megint. Az egyik falkatak pont úgy spawnolt. Az majdnem megölt. Közel. Közel volt. Ez Fizz, ez nagyon darálja ide. Nehéz meccs. Az a baj, hogy a Fizz ellen nagyon rossz a kompunk. Nincs CC-nk. Nem tudjuk megölni. Ez a legrosszabb szituáció, hogyha a Fizzel fidelődik. Én Hecarimot említettem, mint a legrosszabb szituáció. De arra nem is gondoltam, hogy egy Fizz ennyire fel fog fidelődni. Valabból ezért nem nagyon off-meta hős, ami... amiről nem gondolom, hogy annyira OP lenne. Főleg az early game-je. Úgy 5-0-ba indítsa a meccset, az elég gáz. Nem is használt ultit még. Ja, nem is használt ultit szerintem. Úgyhogy van még ultja neki. Akármennyire is rá szeretnék erre ütni. Óvatosnak kell lenni. Elég squishy. Az biztos. Persze, hogy jön. Az Fizz az folyamatosan jön. Oké. Okay. Nem jó. Láttuk a szónát is toppon. Miért lenne a szóna toppon? Oké, okay, most látjuk. Azt hittem, Hecarim itt lesz valahol a szónával. Tudjuk, hogy
Nagyon jó lenne a Mifi kitememet elérni. Uha. Meg lesz. Nem lesz meg a Fizz. Oh! Micsoda csár van play. Oké. Lehet majd swappolni szerintem. Ja, a csár van nagyobb, majd nagyon. Menjek vissza topra, oké. Okay. Szerintem Zednek kéne botra menni. Elindulok én is. Arra nem utazok rá, túl sok frással. Rossz volt az ultim. Lehet csak a válaszra kellett volna tartalékolni. Építek egy zonyát. Szerintem Fizz ellen nagyon kell a zonya. Nincsenek cooldownjai már ennek a hősnek. Ó, oh, Zed. Szép Zed. Szép volt Zed. Cheese play. Ez csak meg lesz, nem? Nem, nem lesz meg. Arra már nem is kell rá a zsár van ulti. A szónára rá lehet viszont. Ez nem rossz. Jövök én is. Hát az ultim betalál ez itt. Ennyire sok akkora sebzése van. Varus megérkezett, ez nem lesz jó. Herald, vagy jó lesz. Nagyon jó lesz mégis. Nincs ulti a Varusnak. Oké, okay. Kicsit nyugisabban kell játszani. Ez a Naafiri dive, ez... nagyon rossz volt, annak tekintetében, hogy a Varus az éppen újra élet. Fizzel nem nagyon tudok menni. Ez le van shotol. Nagyon passzívnak kell lenni, hogyha meccselem botlane-om. Semmi agresszív megmozdulást nem csinálhatok, hanem torony alatt kell ülni és... várakozni. Amíg meg nincs zonyám. És lehet egyébként bejtel, hogy felsétáljak. Nem, most felsétálok.
Rökké nem lehet passzívan játszani. Átlább, hogyha még cheezelt is volna, akkor egy idő után elsétál. Ja, minden kéne nyomni. Nem kell sétálni innom. Jó, azt láttak. Ekkor is úgy szóval. A srácok. Ennek nem lesz jó vége. Nem tudok neki segíteni. Ez nasor lesz. Elfelejtett sebzésig, nagyon rosszul játszunk csapatként. Szerintem nincs olyan play, ami normális lenne. Mindenki egyesével meghal. Elfogyott a sebzés is. Az immobilis város igazából az arcunkba köphet, és nem tudunk semmit csinálni ellene. Mert sose vagyunk ötem. Nem tudom, hogy a Heimerdinger az miért side lane-en folyamatosan. Neki kéne mid lane-en lenni. TPS-e. Talán az jó lehet egyébként catchelni a fist. Pretend recall-olok. Ez nem működik. Főleg így. Fel lehet adni. Esélyünk sincsen, nagyon rossz a team comp. Így, hogy sose vagyunk egy. Na alapból nem kéne, hogy ennyire rossz legyen, de miért nagyon nem működik? Valószínűleg azért is egyébként, mert a Fizz ennyire elfid előre. Varus is, meg a Fizz is nagyon fed. Ugye a Varus az a mi targetunk, a Fizz az pedig az, akinek semmiképpen nem szabad elfid előre. Hát, mert nincsen CC, nincsen stabil CC a team compunkba, és ezért is send a support igazából nagyon rossz. Nem volt stabil CC-nk. És valószínűleg ezért is nem volt jó annyira a Rumble választásom. Mert stabil CC-t kellett volna hozni, szerintem Orna jobban jártunk volna.
vagy Malphite-a, valami stabil CC, ami oda tud jutni. Cassandra is, jó. Bármi, aminek van CC-a. Erős ez a hős későbbi fázisban. Elég nagy sebzése van neki. Mindegy, ezt most már hagyni kell beendelni amúgy is. Négy itemes fizzelem, két itemmel sokat fogok érni. Jarvanunk is négy itemes, de az egy Jarvan. Az jó, jó ulti lehet viszont. Jó, ez nem lesz comeback play. De kevés valószínűleg. Na megnézzük egyébként, most ez tényleg nem volt rossz comeback play. Úgyhogy ebből kapunk valami sárkányt, vagy valami hasonlót, amit valószínűleg el tudnak vinni nélkülem is. Mert az ellenfélnek az AD-ja plusz a jungler-je az még halott. Azért elindulok, hogy biztosítsuk. Bevédem. Valószínűleg nincs flash-e. Ez mondjuk elég hasznos lesz majd a Jarvannak. Ez is egyébként olyasmi, amit csinálni kellett volna. Számon örök time-alása. Nagyon fontos a csapatunknak. Tudjuk, hogy kinek mikor van flash-e. Az valószínűleg nasor lesz egyébként. Barusz ez le van satolja. Rajta is van. Oké, mekkora comeback, srácok. Aztán ez nyerhetetlen. Ezt már nem lehet megnyerni, de úgy tűnik, bebizonyosodott, hogy mégis csak. Lehet lebecsültem a Jarvant, de most, hogy full build-je van, így elég veszélyesnek néz ki. Illetve a Heimer. Jó sok sebzésünk van, csak meghalunk nagyon gyorsan a Fizz ellen. Hogyha egy Heimer Dinger stun el tudná találni a Fizzt. Done. Le fognak minket flankelni 100%.
jó lesz. Nincs flash-e. Mi történik itt? Ez micsoda Jarvan carry? Atya úristen. Oké. Never give up valószínűleg, igen. Hogyha winners kill-ba vagy, akkor muszáj lejátszani a meccseket. Ezek szerint. Ez tényleg hihetetlen comeback. Nagyon szép volt. Na, kaptam egy tiltproofot, meg annyira nem voltam tiltproof. Jaj, lezárom a szavazást, köszi szépen. Choose prediction outcome. Ó, oh, mindenki már az ellenfelet mondta. Várjatok. Szóltam lezárni. Manage pool. Nem, nem manage pool. Start prediction summary. Aztán ez kicsit könnyebb volt. Jaj, te lezártad már, oké. Okay. Köszi szépen, Venustus. Akkor keresettem volna, hogy hol lehet lezárni, hogyha már le van zárva. Úgy emlékeztem, hogy tök könnyű lezárni, úgyhogy most kicsit meglepődtem, hogy nem találtam semmilyen lezárást jelentő gombot sehol. De hogyha te megtetted, akkor értető. Kihűlt meleg szendvics. Elnézést, nem vettem észre a feliratkozást, köszönöm szépen. Lehet, hogy tényleg nincsenek alertek most. Nincsenek alertek? Volt alert? Volt alert és nem vettem észre, vagy nem volt alert? Az a nagy kérdés. Fizz AFK volt a végén. Ja, visszanézem. Ugye AFK volt. Ja, egyébként az volt. Igazad van. Fizz AFK volt a végén. Lehet azért nyertünk végül is. Hát, ki tudja. Miért ennyire inkonzisztens az alert, hogyha nem jelzi ki? Ajajajajajaj. Én nem vagyok egy szakértő az ilyen problémákkal kapcsolatban. Lehet csak újra kell rakni az alerteket, aztán megoldja. Majd megpróbálom. Legközelebbre. Mit bannoljunk? Heimert bannolok. Hát, egy Heimer OTP itt korásztálkodik a solo queue-ban. Akkor azt kibannolom. Kennet bannolta valaki, az elég furcsaban. Elég furcsa ban, srácok. Ki az, aki Kennet bannol? Na jó, van, akkor legyen úgy, hogy ezt a meccset itt letoljuk, és utána játszunk egy arénát. Vagy kettőt. Ez a meccs plusz két aréna meccs. Az aréna meccse pedig majd... Majd, hogyan válasszok ki az aréna meccsel játékost. Valakit tőletek jöhet duo-cuse-ni majd elveszem.
Csak hogyan válasszuk ki? Hogyan szeretnétek? Az én ötletem az lehet, hogy csinálok egy lobbit, egy passworddel, vagyis hát a jelszóval, aztán megadom a jelszót a cseten, és aki elsőként beír, azzal 2v2-zünk, vagy arénázunk. Utána meghívom egy aréna meccsre. Nem, nem, olyat, hogy aki legtöbbet donételi, ilyet nem csinálunk. Ez karmatop lesz. Oké, ez egy jó one match egyébként, kell az engage. A Fiora ellen jól van, fun. Fun lesz toppon Fiora ellen játszani, de a Syndra majd meccselheti később. Match Fiora in game. Syndra. Azt kell majd csinálni egyébként. Fiora ellen a Syndrát rakni. Oké, nyitok egy újabb predictiont. Ki nyeri a meccset? Szokás szerint. Ádám testvéremnél úgy van, hogy aki először beírja a nevet. Ja, de az abból a szempontból nem jó, hogy vannak akik kicsit előrébb járnak a streammel. Van fizetésbeli különbség a lények között. Például AD carry vagy support többet kap, vagy AD carry többet kap, mint support, vagy inkább emberfüggő. Emberfüggő szerintem. Nem tudom. Nem vagyok annyira tisztában mások fizetéseivel, úgyhogy ezt nem nagyon tudom megmondani pontosan, de szerintem ez játékos függő szokott lenni. Ó, Challenger Fiora ellen vagyunk, hojojoj. Challenger Vi. Kurai szuper AD carry-k sokat kapnak, az biztos. Van-e értelme Goldban Poppy Jungle-el próbálkozni? Eddig egy win, 7 lose. Szerintem annyira nem sok értelme van egyébként. Én más jungle-eket ajánlanék inkább. Például Vi az egy elég jó jungler. Abból a szempontból, hogy egyszerű és mindenki szeret Vi-jal játszani. Mert elég egyértelmű, hogy mi fog történni. Vi beugrik, lecc-zik valakit. Az a valaki, az meghal. Csak azt kell megtalálni, hogy mik azok a timerek, amikor nem szabad beugrani, mert levánsatolnak téged. Azért kicsit óvatosnak kell lenni, de alapból szerintem nem rossz ez. Vaj. Két típusú jungler van solo queue-ban. Vagy az, aki scaling junglert játszik, AFK farmon, és megpróbálja lekerrizni a meccset. Vagy full gankelő junglert játszasz, és akkor folyamatosan gankelsz, és próbálod kontroll alatt tartani a meccset. Tisztába kell lenni mindkettőnek az előnyével és hátrányával, ugye hogyha AFK farmoz, akkor valószínűleg a lénereid hátrányba fognak kerülni. És neked kell majd nagy carry potenciállal rendelkezned. Hogyha pedig sokat gankelsz, akkor meg jó lénereknek kell lenni, mert hátrányba fogod tenni magadat. És hogyha a lénerjeid nem jók, akkor problémás lehet a dolog. Relieve stress.
Jó, 5 farmja van nekem, 6 farmom van. Ez szerintem jó, ez így. Ez kicsit túlzásba vitte ezt a zónázást ez a fiora. Aztán lehet most meghalok egy junglerbe. Sőt. Akkor ott bele ez így megéri szerintem. A cannont elvesztem. Á, nem éri meg, de mit tudok tenni, nem volt rossz ez szituációhoz képest. Mindig jobb azt mondani, hogy megéri. Minden megéri, minden megéri. Okay. Kovács isten düje. Flash-em abból a szempontból lassú volt. Vagy insta flash-elek, vagy nem flash-elek. Én igazából nem akartam flash-elni, aztán mégiscsak beijedtem. Úgyhogy így jártam. El kell fogadni overagresszív fiora. Igazából nem fogja respektelni, hogy nincsen vizsgénye itt. Úgyhogy ja, persze nem respektel. Persze, hogy nem respekteli. Itt lenne a Kha'Zix, ez most meghalna. Disrespectful ez a fiora, te atya úristen. Továbbra se respekteli. De antifan néha ez a solo kill miatt. Ilyen meccseket nagyon rühelleni szoktam, amikor semmi respect nincsen, és nincs punish se. Kha'Zix azzal van elfoglalva, hogy a csapatot flame-elje, és nem is nézi a lehetőségeket. Ez elég szomorú. Na mindegy. Legyen hát. Good luck. Sok sikert majd a Fiorát split push-ba megállítani. Ez a Syndra feladata lesz. Karmának van flash-je. Nincs info. Nem is rakok már Pink Wardot ide, fölösleges, hogyha nem tudjuk kihasználni a Vision előnyt.
büntet 2 az over agresszív fiolát. Szép. Canon minion-t elvitte, hadd vigye nyugodtan. Meg is kaphatja ezt a Canon minion. Genkiért. És téged szokott érdek. Remélhetőleg nem a gépem van valami probléma. Az kellemetlen lenne, de nem úgy tűnik, hogy lenne egyébként. Első ránézése. Sunfire kezdésnek nem jobb. Mit tudom én, nem akarom úgyse egy-egybe megverni. Nem fog Sunfire-t építeni ezen a meccsen. Szerintem, ha valamit akarok, akkor az Hornmail. Whatever this drink is made of, it is working. I don't know how to feel about this thing, but okay. Hammer never fails. Meghal mindenki, mire oda jön. Nem baj. Talia! És meghalok. Akkor megyek vissza a topra. Majd egy Bramble-t meg kéne venni. Kikovácsolunk egy Bramble-t, aztán jöhet Mifikájt. Most így van esélyem. Egy V1-ben is. Nyerni el. Most vigyázni kell, fully stacked Conqueror ellen. Na, eléggé levittük a HP-et. Wee. Menj a folyóba. Találni fogod valamit? Blade is at your service. Gyönyörű. Francis, 26. hónap, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Üdvözlet, mi újság? Ja, ez egy nagyon jó TP volt. Nem tudom, mit csinál az ellenfél. Elkezdték immobilis hősökkel ütni a mit tornyat. Valami. Őrültek. Szerintem ez a karma topból adódik. Úgy érzik, hogy fel kell gyorsítaniuk a meccset. Na, kapok TP-t mögém. Hogy mi ez? Na, ez de közeli, 36 is. Nem jövök
nem jövök, tartani kell a Fiorát. Most ide sétálnék midre, akkor a Fiora 3-4 platinget leszedne, az nem éri meg. Most muszáj tartani a Fiorát. Vannak roam timerek, ez nem tartozik közéjük. Csak nem letrédel egy Ornn. Brutálisan ráadásul. Ez elég nagy aprítás volt. Gyere, 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 gyere. Szóló, boló! Leszólóztuk ezt a Fiorát. Ki counterpickelt kit? Ez az Ornn counterpick a Fiora ellen. Most egy ekkora hátrányban a Fiora így nagyon jó lesz egyébként, egy split pushba is lehet tartani. Szerintem erősebb is vagyok nála jelenleg, főleg hogy egy formét kiépítek majd. Szerintem ez egy olyan meccs, hogy formére megyek rá. És utána még lehet egy Anathema's Chaint is benyomok, meg lehet. Herald az nagyon kéne egyébként a mid-tornyot leszedni. Tépézek majd egyébként. Ez nagyon jó. Megüldözöm ezt a karmát. Az is megvan. Most meg. Flash-ed. Volt még Vi ultiuk, erre nem gondoltam. Váratlan volt. Meg talán kicsit túlságosan próbáltam knock-up-olni. Na mindegy. Vegyünk egy Abyssal maszkot, vagy fejezem be a formát. Azt mondom, Abyssal maszkot jó lesz. Valószínűleg az Ezreal-nek is sokat segít egyébként az Abyssal maszk. Fiora felment topra. Én is jövök egyébként fel. Nagyon kevés cooldown reduction-em van egyébként. Jó van. Ja, az jó lehet egyébként.
van Herald. Rakjuk le a Heraldot, létezik. Miért nem rakjuk le a Heraldot? Oké, erre a toronyra mondjuk nem is kell rakni már. Most 6-6-os már a fiora, jól van. Remek. Szónának miért kellett formációt rombolnia? Tök jó formációnk volt, hogy mi hárman itt az X-flanken, és akkor Szónának ide kellett mennie valamiért. Annak aztán sok értelme nem volt, rögtön le is másatolták. Annyira nyert fight volt egyébként, csak nem tudom, hogy miért futunk. Ez Kha'Zix ez nagyon butaságot ír. Úgyhogy Ornnot betépézik. Hiába hal meg a Szóna. 4v4-et még simán nyeri. Csak nem ment be senki. Ami megnehezíti a dolgot. Nyilván. Le is tépéztünk botra. Ez nehéz mes lesz. Fiora fed. Kórral nem bírunk, Vájjal nem bírunk egyáltalán. Az Ezreal-ünk írtózatosan gyenge. Kha'Zixunk az rendkívül passzív. Ez Kha'Zix ez nem csinál egyébként semmit a teamfightokban, hanem csak ül és vár. De amikor van neki timingja, hogy bemenjen, akkor ezt nem használja ki. Hát nem érdekel, hogy elviszem. Most a nasorról szól. Nem tudom, hogy ez a pink card effect-e azt. Meg kell védeni a következő botlévet. Ó, oh, Ezreal, Kha'Zix. Mi ez? Megöltük volna az összeset, mekkorát trollkodik az ellenfél. Mamma mia.
szóló ki az annyira low level, hogy ez katasztrófa. Én jó Nashor powerplay-t szóló kiba még nem láttam. Mert mi ez? Kha'Zix csak úgy random recall-ol. Amikor megvan a felállásunk, azt a minion wave-et adjuk neki, amit contestelni kéne. Hát semmi játéktudás, úgy érzem. Ez tényleg csak... A Nashor powerplay-ek az egy óriási katasztrófa szóló kiba. És még le is írod nekik, hogy mit kell csinálni. És még ennek ellenére is... Ennek ellenére is így van. Menjünk 5 botra. 5 bot, 5 bot, 5 bot, 5 bot. Most már tényleg 5-en menjünk botra. Pusholni a wave-et. Szedni a tornyot. Kha'Zixnak megint valami furcsa ötlete van, hogy leszólózza a Drake-et. Ezek pedig resetelnek. Na jól van, ez egy óriási katasztrófa. Nem fogok rá túltízni, kedves. Ez elég erős ez a vaj. Miért facecheckel a szóna mindent? Nem tudom. Egyébként a Syndránk azon nagyon kérdezik szerencsére. Egyetlen játékos, aki egyébként csinál valamit ezen a meccsen, az a Syndra. Tehát muszáj a Syndrával játszani, a többi az ilyen NPC szint kávé sokszor. Még a Szóna is csinál valamit, csak a Szóna az nagyon sokszor butaságot csinál. Mondjuk úgy, hogy ő próbál csinálni valamit. Ezt ütni fogjuk. Ez nekem elég veszélyesnek tűnik. Oké, okay, Szóna meghal. Mind Syndra OP. Syndra OP. Miért a Kha'Zixnak upgrade-eltem majom? Syndrának kellett volna. Mint a csapat egyetlen hasznos tagja. Ez a tárja, ez most pont fel fog sétálni, nem? Nem akarjuk őket itt lerohanni igazából egy ultival. Nem úgy tűnik, hogy le akarnánk valamiért. Pedig erről szól a team kompunk, hogy miden engage-elni. Nyugi, 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 mehetünk. Out of position a karma. Az is mehet, az is mehet. Mindenki mehet. Bam, bam, bam. Jövök TP-vel, belétjük a cannon-t, mert push. Adok egy upgrade-t a Syndrának. Lesz el Syndra. Upgrade. Te ne hajj meg ott a toppon. Megyünk tovább. Csak a tornyot. Csak a tornyot. Egy kis jó végül. Most ezt pedig meg kell ölni. Még az enyém is. Kovács Isten dühe beindult. Oké. Okay. Speed pushert egyébként elég nehéz játszani. Solo Q-ban. Pont ezért. Na, mai nap egy LP-ről felmentünk 160-ra, csak győzelem. Szép, szép. Csak győzelem. Oké. Okay. NPC-je. Nem tudom, most
lehet ez kicsit durván hangzik, hogy azt mondom, hogy NPC, de tényleg olyan érzése van az embernek néha. Tehát amikor a Kha'Zix-ot látom, hogy a teamfight-ba csak ott áll egy helyen. Úgyhogy 10-5-ben van vagy valami hasonló. Bárki, aki izoláltá válik, rögtön le tudja vásatolni. Csak áll egy helyen, van ultia, van flash-je, van ugrása, és csak áll és csak vár. És amikor van neki lehetőség, hogy beugorjon, nem ugrik be, hanem még vár 10 másodpercet, 10 extra másodpercet, és utána ugrik be. Tehát ez így nagyon-nagyon nem működik. Jax-el lementem splitelni, megöltem három embert, és a tímem nem ment baronozni, de engem pingeltek, hogy miattam nem tudnak, mert nem vagyok ott. Ja. Hogyha van baron, és ezt csinálod, és van sebzés a baronra, tegyük fel mondjuk egy Seraphine AD carry-d van, akkor természetesen nem biztos, hogy jó, de hogyha egy normális AD carry-d van, aki három itemmel rendelkezik, vagy valami hasonló, akkor az eléggé működhet. Oké. Okay. Na srácok, csinálok egy lobbit. Na ezt nem így kéne csinálni. Ezt hogy kell csinálni? Hogy kéne ezt csinálni? Egy? Ja, egy, oké. Okay. Oké, okay, srácok. Hoppa, ez mi akar lenni? Nem tudom, hogy mit másoltam be. Na, EU Westen csinálok egy lobbit, aki becsatlakozik, azzal megyünk arénát. Aki elsőként becsatlakozik, vagyis hát aki becsatlakozik, mert ugye csak egy hely lesz, azzal megyünk arénát. A password pedig az lesz, hogy az lesz, hogy 150 LP. Ah, Supreme Goat. Oké. Na jól van, gyere arénázzunk. Oké. 6000-es az ezressel? Oké, menjen. Ez a csávó magasabb szinten van, mint te? Ja, magasabb szinten van. Szerintem Challengerben van jelenleg. Grandmaster. My blade is at your service. Új, mennyi Akali. Az Akali God. Hitmaner, köszönöm szépen a feliratkozást, 6. hónap. Szia, jó, hogy újra streamelsz, jó játékot. Nagyon szépen köszönöm, Hitmaner. Csocsi boost, ja, engem fog boostolni. Elég hosszú queue timerünk lesz így, nem? Hogyha te 6000-es vagy, én meg 1000-es. De meglátjuk, jól van. Megnézzük. Na mindjárt behozom a csapattársaimat. Amik játszottak aktívan? Megnézem mindjárt. Leon aktívan játszik, és ehhez képest is Master. Leon, mi történik? Master 300 LP, mindjárt behozom. Két hét szünet után. Vizi Poppy az hogy áll? Vizi Poppy 280-an, ő is aktívan játszik. Nem, ő annyira nem játszik aktívan. Oké. Okay. Ezt elnézzük akkor. Leon a support, igen. Zárt le az előző szavazást, lezártam. Nem zártam le. De lezártam, nem? Ha. Meg rámentem az outcome-ra, hogy csacsiék. Vagy nem zajlott ilyen jól a dolog. De lett zárva, jól van, helyes.
Szépen belopkodta a pentákat, de jó volt nézni. Are you back to Age of Mythology? Yes, I'm playing some. Might stream a bit of Age of Mythology sometime as well. Volt már Teemo play? Nem volt? Nem. Várjatok, várjatok. Mit játszok egyébként arénán? Fogalmam sincs, hogy mit kéne játszani. Ki a Vizi Poppy? Az a junglerem, Rulfjen. Diana. Ah, mondjon valamit szerintem. Full lethality Poppy. Az erős. Full AD Poppy az erős. Oké. Akkor legyen egy full AD Poppy. Hát nem építünk tankot. Ez full AD Poppy lesz. Scarlet Hammer. Butter regália. Az jobban illik egy arénába. Alapskin az jó lesz. Van egy Poppy. Poppy versus Poppy, na az érdekes lesz. Az elbetűket le lehet blokkolni. Thank you, Freezing Nin. Egybe veszel ugye itemeket 3K goldon. Jaja, tudom, tudom, hogy működik, csak nem tudom, hogy mi erős rajta. Meg igazából nem tudom az összes augmentet se. De az alapkoncepciót azt tudom. Na jól van. Poppy Tristana ellen, ez nagyon easy lesz egyébként, Tristana bár nem tud ellenünk játszani. Leona Poppy. Nincs sebzés, úgyhogy tudok pilelni a Syndra-nak. Ja, mondjuk. Nem tankként játszok, hanem full AD vagyok, ezt észben kell tartani. Mindegy, én megtartom azt a full AD-t. Jó lesz a full AD, és akkor megveszem a spektrál cipőt. Hogy át tudok menni falakon. Az kemény lesz. Tank pop is erős, ha olyan augmentet kapsz. Á, nem kell az. Nem kell tank poppi. Ez full AD poppi lesz. Oké. Okay. Akkor megveszem a... Guardian's Dirk vagy Guardian's Blade. Blade az jobbnak van. Oké, okay, megyek flankelni. Oh, oh, oh. Nem tényleg azt a... Hova? Itt a potira kell rájátszani. Most elég disconnected-ek voltunk. Ez viszont nagyon jónak tűnt. Hagyom, hadd farmoljon a Syndra stack. Csacsi greeting coming. Hát itt lesznek greedy megmozdulások, az biztos, de ez arra is jó ez a, az aréna módus, nem? Start combat with black shield. No, it was broken. Mert... Ugye, hogyha ránézel az ellenfélre, mivel tudnak lepidelni engem? Ugye a Draven-nek az E betűje, Fresh-nek az E betűje, Fresh Q.
Itt mindegy, itt pedig Tristana a ulti. Ezeket minden lehet védeni Black Shield-el. Okay, I admit it. I'm lost. Uva, mi az? Kinek van valami fala? Ujjajajajajajaj! Elvittek mindkét plantet, ennek nagyon nem lesz így jó vége. Ó, oh, talán. Kár, hogy nem kaptam plantet. Na, nem volt jó a plant kontrollunk, lehet topot kellett volna kontrollálni. Ghost Crawlers. Oké, okay, most pirálnom kell. Ez egyébként elég fun módus, ez az arena módus, ez biztos. Jól sikerült bidelni. Nem tudom, mi történik. Fresh megeli a bardot. Na, kik azok, akik erősek? Fresh plusz a Draven a legerősebbek, ja. Oké. Okay. Na, assassinoljunk valamit. Mondtatok melyik mythic item? Yumu, Duskblade vagy Eclipse? Oké, okay, Yumu jónak tűnik. Fan, amíg fanolsz, hogyha elkezdett kompetitíven menni, akkor már nem. Azzal elbírok. Nem lesz itt probléma. Pike. Nyugalom van, Pike. Se bírok el, mindjárt lesz ulti. Jaj! Oké, meglett. Oké, ezek nagyon rosszak viszont, nem? Valami más kéne, mondjuk ez talán nem rossz, de... High health and mana regen, az nem kell. Ball of ice. Ah, ezt tetszik nekem. Ó!
Ja, vicces lesz, hogy ki tudom vitelezni. Hops. Ah, ez nem jött be. Ez jobban bejött a Damin. Srácok, ezt nagyon elveszítjük. Nem, mégse. Ezt szépen lekerrizte. Oké, ezt nagyon eltrollkodtam, ez nem jött be egyentelen. Elég smooth volt egyébként a dummy, ez nem tudom miért nem működött most, lehet túl lassú voltam. Tristana mozgott. Egy személyes poppy a Nivea kombó valóban. Jó lenne, hogyha lenne valami, amit tudnék gyakorolni. A Damien kívül. Axia Markot azt mondjátok, hogy jó. Ez elég uselessnek tűnik. Pajzsokat kapnak, nézzük meg milyen augmentjaik vannak. Edge of Night. Ezt nem tűnik rossznak. Hopszi. Ajajajajaj, srácok, ez a... Ez a Leona, mindenkit megfogad. Wow, nevermind. Our winners are Team Poro. 25% bónus volt. Ezek folyamatosan a Draven a Bardell. Oh, az közel volt. Kicsit jobban ég a trash. Ez a Draven Bardell, ez mindig így végződik, hogy a fresh marad a végére. Azt mondjátok, Axiom Mark az jó. Bónus ulti, damage. Hát az ulti az nem sokat sebez, srácok. Nem tudom, hogy mennyire jó. Mi ellen vagyunk fresh plusz Draven. Shojin? Shojin az nem lesz rossz szerintem cooldownok miatt. Serpent nem rossz, oké. Jól vannak. Az mi? Az egy csakú. Szépen leharasszoljuk. Oké. Akkor próbálnom kellett volna kombót vele. Na mindegy. Oké. Na nézzük, milyen szépség van itt. Ezek nem túl hasznosak. Nekem valami burst kéne. Your abilities can critically strike. Na az már nem hangzik rosszul, srácok. Ez jól hangzik.
Ezeket nagyon eltüntettük. Jó van, túl erősek vagyunk ezen a meccsen, szerintem. Poppit hozni az csalás. Ja, van egy ilyen item, ami kritet ad. Szól is van, fighter item. Atmaz Reckoning. Na, azt kell beszerezni. Hát 90 sebzés. De jól van, az nem túl sok, srácok. Szerintem ez inkább egy mage item. De már megint a Bard és a Fresh egymással játszik. Mindig ez történik. Ó, ezt a Bard megnyerte. Na, Fresh azt mondta, hogy neki elege van ebből. Oké, Bard Tristánál nem vagyunk. Azok nem tudnak nyerni ellenünk, srácok. Na, milyen? Vegyünk egy kappát. Kaptam egy jó kis kalapot. Már nem is használtam a falamat egyébként az előző roundokban. Oké. Fussunk rájuk. Szép volt Supreme Goat. Ezeket nagyon ledaráltuk. 5-0? 5-0-án vagyok arénában. Nem rossz, nem rossz. Csicsi. Na oké, csináljunk még egyet. Aki elsőként beírja a nevét, azt meghívom, EUVEST. Hirtelen változtatás. Ranghorn. Volt az első. Hol tudok itt meghívni? Closed, ha open-elni kell, oké. Okay. Vagy? Tudok meghívni. Ah, itt. Oké. Okay. Ranghorn. Hogyha nem találtalak meg itt az invite-nál. Nem látják a klienst igazatokon. Kösz szépen a jelzést. Imádom ezt a gyönyörű fekete képernyőt. Oké, okay. Ranghorn az már közelebb van az elomhoz. Ő bronzban van, én pedig woodban. Nem is iron, ez wood. Woodelos. Woodelos arénás vagyok. Még nem láttunk téged autézni Age of Mythology Titans. Legyen. Legyen majd stream. A Rancornak odaadom a választási lehetőséget. Nem értek hozzá, oké. Okay. Én se, egyébként. Akkor dobjatok pár hőst a chatre, megnézzük mi az, ami ragad. Veigar, Full AP Blitzcrank, Shen, Shockoheimer, Brand. Brand az erős? Ah, nem tudom képzelni, hogy nem rossz. Ivern, Annie, Swain, Jax. Jax. Jax az erősnek hangzik akkor. Á, nem kell nekem tier list ide. Jó, elég sok Jax-et láttam. Akkor legyen Jax. Benne vagyunk. Let's do this. Chat a tier listed. Ja, pontosan. Maokai Jax. Na, erős kombónak hangzik egyébként.
Na jól van. Akkor lássuk, mi lesz ezen az utolsó meccsen. Össze tudunk-e hozni még egy győzelmet? Ha ezt is megnyerjük, akkor csak győzelem ma. De most lehet, hogy le. Spoilereztem magam. Keri, de van, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást 7 perccel ezelőtt. Na. Milyen kombók ellen vagyunk? Master Yi-eket csak elverjük, ugye Jax-el betűn van. Mondjuk Alistar-juk van. Hát, szerintem lassan fogjuk megjátszani. Vigyázzon. Ezt az üdvért meg kéne ölni. Ja, van neki még egy backshield-e. Alistar, Alistar ellen, na. Az fannak tűnik. Nem. Oké, okay. Splashed Alistar. Ki maximum az elbetűt. Ez mind nagyon rossz, nem? Ezek nagyon rosszak. Ez talán... Nem tudom. Jó, nem olyan rossz, hat adott 20 AD-t kapásban. Meg ugye a passzívommal meg szkélelődik. Oké, okay, Alistar-re használtam mindenit. Csak meg kell fogni az Alistar-t. Oké. Fate footwork and grasp of the undying. Mik a kilátások, jövőbeni tervek? Há, majd elválik, nem tudom. Nekem tetszett a big egyébként. CDR tipő. Nehéz olyan tipőt választani, ami univerzálisan mindenki lenne jó. Ah, attack speed az attack speed augment miatt. Az működhetett volna szintén, ja. Sőt, az attack speed cipő az elég erős. Ah, mindegy, a CDR cipő is elég jó. Egy az egy.
1v1 van most már. Á, lehet nem kellett volna, hogy beugranom. A Alistar az annyira antifanhősnek tűnik egyébként. Nem maradok-e? Szerintem, hogyha IRL ligába maradok, akkor nagy valószínűséggel maradok a Bignél, igen, hogyha ők is akarnak hosszabbítani. Nyilván rajtuk is fogjuk. Uha! Az nem fog működni, hogy igen. Az a baj, az Alistar ezt megint meg tudja csinálni a következő dupla V-jénél. Alistar ellen ezt nem lehet. Nem baj, jó próbálkozás volt. Lehet Trinity Force-ra kéne menni az attack speed miatt. Ez a Trinity Force a 100-szor rosszabb Thunderer-nél. Nem. Á, nem biztos jó lesz ez. Stacking attack speed. Mint bottal ütném, aki Alistarazik itt. Oké, ez egy AD Udyr. Sniped. Gyerünk Ranghorn, meg lesz az. Vigyázzat a morgának, húva, szép. Húva, vigyázni kell a szettet. Oké. Okay. Az meg lesz szerintem. Simán. OP Maokai. Demon's Dance. Jaja, persze van esély, hogy maradok a Bigben. Nem jött kommunikáció. Nem, most mindenki szünetet tartott. Majd szeptember közepétől lesz szerintem kommunikáció. Ez jól hangzik egyébként. Enemy are knockback. Ugye, hogyha, hogyha kevés HP-ra leesik, akkor az ellenfeleket visszaütjük. Na már is 100-szor jobban nézek ki. Pirate Jax. Na, most már nem lehet veszteni, így egy Pirate Jax aktiválva lett. Szépen rájuk sétálok. Ez de biztos, hogy jó lesz egyébként. Á, nem tudok belőtni. Ja, Alistar, balanszt, Alistar, balanszt. Alistar, ez mi akar lenni ez Alistar? Á, és ez egy support heal. Á, azt hittem, az így az egy kerjük, de ez egy support heal. Kikaptunk azoktól, akik legalján voltak.
Kár, kár. Oké. Okay. Igazából szerintem fölösleges attack speeditemeket venni, mert tele van CC-vel az ellenfél. Érdemesebb. Shoujin vagy Black Cleaver. Szerintem Shoujin az jó lesz. Erős-e a liga? Ja, most kifejezetten erős volt a Prime League ebben a szezonban, igen. Valószínűleg. Te utálom az Alistart-t, atya úristen. Ezt ki kell bannolni. Már nézzétek már meg mi ez. Nem tudok mozdulni tőle. 120 ability haste. Ja. Jó nagy epjúzok vannak ebben az arénában, az biztos. Alistar az közéjük tartozik. A Trinity Force nem volt jó. Thunder erre kellett volna menni, bebételtem magamat az augmentembe. Tudtam, hogy nem lesz jó a Trinity Force. Mert nem lehet kihasználni az attack speedet, túl sok CC-jük van. Utolsó helyen vagyunk. Most ki is eshetünk a következő menetben. Ja, nem vagyunk utolsó helyen, 10 HP-ink még van, oké. Valami nagyon jó kis augment kéne. Például az, ami ugye... Van egy ilyen augment, hogy a basic attack-jaid egy másodperccel csökkentik a képességeidet. Az például elég jó lenne. Olyan, mint amikor az úr bejött, nagyon nincsen balanszolva. Ja. Viszik egy HP-t, pont. Oké, okay. Tehát itt egy support hív. Milyen abuse-ok vannak? Ja, persze nem jut ki. Ejj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 
50% attack speed végül is nem lenne rossz. Black Shield az szerintem nem segít semmit. Láttam az előző meccsen, hogy ez a Black Shield ez kb. Ilyen picike. Az semmit nem segít, srácok. Vagy segítene? Elég lehet arra, hogy ráugorjak a Yorick-ra, de... Mit mondotok a Taxpit? Nem jó lesz a Taxpit. Legalább jó a kombó a másik itemre. Ó, Evelyn köpenyünk van. Nem tudtam mozdulni se, rip. Ezek nagyon gyorsan levánsatoltak, VTF. Okay. Eladom a cipőmet, szerintem változtatni kell a stratégián.
problémás, hogy ennyire le van satolva minden. Lehet mégis csak kéne Blade of the Ruined King extra sebzésre. Na, megveszem, meglátjuk lesz. Audírnak nagyon nagy sebzése. Ez nagyon rossz pálya volt egyébként, mert alapból nekik kedvezett, hogy stealthben voltak. Nem tudok semmit se csinálni. Nem lehet semmit csinálni Alistar ellen, srácok. Ezt ki kell bannolni. Oké, ezt a módot nem játsszuk nagyon egyébként majd. Ez egy tiltelős mód. Hatalmas abuse-ok vannak benne. Alistar ellen nem lehet mit csinálni. Mennyire broken ez az Alistar. Jó nagy abuse. Jó nagy abuse valóban. GG. Jó próbálkozás volt Rancorn. Brenda jobban jártam vele szerintem is. Már azzal sem hiszem, hogy sokat tudok csinálni egy Alistar ellen. Belejön az arcomba az ultiával, aztán folyamatosan csak CC-zik. Nagyon unfun ez az Alistar egyébként. Na mindegy. Jól van, akkor ezzel zárjuk a streamet. Jó menet volt ma, az biztos. Aztán majd legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy néztetek. További szép estét. Sziasztok. Ciao, ciao. Reméljük gyakran lesz. Lesz igen, majd heti háromszor lesz legalább. Úgyhogy várható lesz majd. A következő napokban már. Úgyhogy akkor majd addig. Ciao, ciao. Na, be kéne valakit raidelni közben egyébként. Á, már is felejtettük a jó öreg Twitch szokásokat. Kit raideljünk be? Blackit? Blackit be raideljük, szerintem az jó lesz. Ducky Raid vagy Blacky Raid? Maradok Blackynél most. Elköszönésre érek ide. Legközelebb majd. Legközelebb majd odaérsz korábban is. Na, sziasztok!